kaptam egy látomást 13 év környékével ezelőtt, tehát 13 évvel ezelőtt körülbelül, hogy nézzük miről, jó? Hoppá. Hogy ezen a bolygón egy szeretett korszaknak, egy aranykornak kell lennie. És akkor szépen elmagyarázták nekem, hogy 2012. december 22-vel gyakorlatilag ennek az emberiségnek a mandátuma lejárt. Ezért mondták azt, hogy világvége. Tehát ez egy tervezett időpont volt azok részéről, akik ezt az emberiséget menedzselték itt az elmúlt évezredekben. Oké? Nem emberekről van szó, hanem isteni lényekről. Oké? Tehát hozzánk képest isteni lényekről. És ugye úgy volt a terv, hogy 2012. december 22-től ez az emberiség abban a formában, hogy működik, már nem működhet, és attól aranykornak kell lennie, tehát egy szeretett korszaknak kell lennie ezen a bolygón. Ezért világvége és új világ. Oké? És ugye az volt a tervezetben, hogy ennek meg kell történnie. Ezt csináltak egy másik kísérletet is, egy párhuzamos univerzumban, ahol szintén van egy ilyesmi bolygó, mint a miénk, létrehozva. És ott is van emberiség, és ott megcsinálták addigra. Oké? Tehát megcsinálták. Tehát ott aranykor van, tehát ott szeretett korszak van. Tehát ez egy kísérlet. Volt hosszú időn keresztül, ez egy másfél millió éves kísérlet volt. Azóta volt több emberiség ezen a bolygón, konkrétan 6, ezzel együtt 7, a milyenkel együtt. És hát ez az emberiség még nem hozta létre az aranykort. És ugye az volt a kísérletben, hogyha nem lesz aranykor, akkor ezt az emberiséget át kell költöztetni innen a Föld bolygóról egy külső, mondhatjuk azt, hogy a világ végén lévő bolygóra, tehát az univerzum szélén lévő bolygóra. És ott élhet tovább ez az emberiség. És akkor hogy lehet 8 milliárd embert átkötöztetni? Lelkekről van szó, nem testekről. Oké? Tehát 8 milliárd lelket azt át lehet költöztetni. 8 milliárd testet azt nem. Tehát ami annyit jelent, hogy a lélek akkor tud átköltözni, ha már nincs a testben. Oké? Adtak egy új határidőt, 2035-öt. Addigra ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Akik nem akarnak tanulni, fejlődni, azok mehetnek át arra a bolygóra. Át lesznek költöztetve. Csak egy bökkenő van ebből az átköltözéssel. Tudod micsoda?
az a bökkenő, hogy az ember az szaporodik, és akkor kerülhet be egy lélek egy testbe, hogyha szaporodik. Tehát megfogan egy új magzat, érted? És abból lesz egy gyerek. És ez azt jelenti, hogy ez eléggé hosszadalmas folyamat. Ugye nem képzeli senki azt, hogy fogják és majd létrehoznak egy tudom én 8 milliárd testet, amiben beleköltözhet ez a 8 milliárd lélek. Ugye most sem így csinálják, abba költözik bele lélek, aki megfogan és megszületik. Oké? Nem elég, hogy megfogan, hanem meg is születik. És ezáltal ugye elég hosszadalmas, mire 8 milliárd ember újra reinkarnálódhat, ugye azon a bolygón. Ugye azt is mondták nekem, hogy mivel előtte már sok embert szerveztem, mivel előtte már bebizonyítottam, hogy nem vagyok megvásárolható, és eléggé céltudatos vagyok, ezért azt mondták, hogy meg kell csinálnunk, hogy legyen egy szeretett korszak a bolygón. Legyen egy aranykor. Oké? És azt is mondták, hogy aki jön, jön, az bújt, aki bújt, aki nem. Érted? Tudod, mikor bujocskáztunk. Tehát aki tanul, az jön. Aki nem tanul, az megy oda ki. Oké? De hogy mikorra fogsz újra inkarnálódni, az baromi jó kérdés.